Lackó Zsolt atya 20 éve kórházlelkész Debrecenben. Néhány évvel ezelőtt egy súlyos daganatot találtak a szervezetében. Betegségéről, családjáról és kórházi munkájáról beszélgettünk, valamint arról is, hogy mi lehet a célja vagy értelme a szenvedésnek. Legelőször én annyit tapasztaltam, hogy nem kapok levegőt a bal orrjáraton. Kezdődtek a vizsgálatok, sokáig azt hitték, hogy ez polip, vagy valami egyszerű, könnyű eset. Egy professzor tudta megállapítani, hogy ez egy miofibroblastos szarkóma, ami elég ritka, és hát elég agresszív. Legelőször orron keresztül műtöttek meg, akkor az arc üregemben volt ez a daganat. Úgy tűnt, hogy minden jól sikerült, eltelt egy év, és hát a következő kontrollnál kiderült, hogy a daganat újra visszanőtt, recidivált. Sőt, még rosszabb helyzet alakult ki, mert akkor a szemüregembe is beterjedt. Csak a drasztikus, nagy csonkító műtét volt előttünk, mint megoldás. Persze előtte még megpróbálták a kemoterápiás kezelést, kaptam 4 ciklusban. Az nem hatott erre a fajta daganatra. Annyira feszített nyomod belülről, hogy voltak azért fájdalmaim. És akkor végül 2019. novemberében került sor egy 14 órás komplex nagy műtétre, és akkor a lábamból vettek ki szárkapocs csontot, és akkor azzal pótolták a hiányzó csontokat, illetve felsőfogaimat, szájpadlásomat is ki kellett venni. Tényleg orvosi bravúr, hogy mindezeket a szöveteket bevarták a nyaki vérkeringésbe, tehát hogy élő szövetek legyenek, ami további komplikációkat jelentett, hogy a nagy műtét után sugárterápiára is mennem kellett, és az sokat roncsolt ott, ahol nem kellett volna. Sok-sok ilyen komplikáció jelentkezett, nem tudok hátradőlni. Soha. Tehát, hogy olyan, hogy én jól vagyok, én azt mondom, hogy olyan, hogy jól vagyok, ez azt jelenti, hogy az Úristen tenyerén vagyok. És akkor történjen bármi, ha én ott tudom magamat, akkor jó helyen vagyok. És hogy kibírok mindent, ha ő tenyerén vagyok. A gyerekekkel sokat beszéltünk, és mindig ezek a kérdések jöttek, hogy de miért történt, hogy mi célból jön ez, vagy mi a célja ennek a betegségnek, mert biztos, hogy mindennek van célja, tehát mindig azt mondjuk, hogy semmi nem történik véletlenül, tehát én is olyan típusú vagyok, hogy van valami nehézség, akkor mindig keresem azt, hogy miből, mit tanulhatunk belőle, mit láthatunk, mi az a pozitív dolog, amiben mi kapaszkodhatunk. Anna még akkor egyetemista volt Miskolcon, és kísértem ki a buszhoz, és akkor beszélgettünk akkor is, hogy de miért, és kérdeztem, mondom, Anna, hát miért történhet ez édesapád? Hát olyan jó ember, és akkor Anna volt a bölcsebb, és azt mondta, hogy tudod, anya, nem biztos, hogy azért történt ez a dolog, hogy apa jobb ember legyen, hanem azért történt, hogy mi legyünk jobbak. Legelőször, amikor a 14 órás nagy műtét után is még egy napig altattak mély altatásban az intenzív osztályon, amikor én akkor kinyitottam a szemem, és fölébredtem, mérhetetlenül boldog volt. Boldog, hogy élek, hogy szeret az Úristen, hogy van egy szerető családom, hogy sokan szeretnek, mert imádkoznak értem. És ez tart folyamatosan, azóta is. Olyan sokszor keressük a boldogságot, az értékeket valahol, tehát nem kell hétmérföldes csizmával keresni ezeket a dolgokat. Hát itt van az orrunk előtt, tehát én ezt tanultam meg. Hát itt van bennünk. Tehát nem kell elszaladni, országokat keresztül autózni, hát hiszen itt van.
Csak meg kell egymást találni. Kezdettől fogva egyébként én azt tapasztaltam, hogy a saját betegségem az nem hátrány. Kórházlelkészként. Sőt, előny. Mert hogy én is tudom, hogy mit él meg, mit érez az a beteg. Mert hogy magam is próbáltam a másik oldalt. Valahol ez az empátiának, a megértésnek még inkább az alapja, hogy én ismerem azt a másik oldalt. És nem fölülről akarok leereszkedni, hanem sorstársként mellé lépni. És ez más minőség. Mondják bölcs emberek, hogy a szeretet a megosztás arányában az nem fogy, nem csökken, hanem paradox módon éppen tovább növekszik. Én próbálok eszköze lenni, csatornája az Úristennek, hogy rajtam keresztül sokak felé áradjon tovább. Az utolsó helyszínen mertem rákérdezni arra, hogy nem haragudott-e az Istenre a betegsége miatt. Hogy legegyszerűbben válaszoljak erre a kérdésre, soha nem haragudtam az Úristenre. Én hinni akarok és szeretni folyamatosan, és azt éreztem, hogy ő végtelenül szeret engem a betegségemben is, és én végtelenül akarom őt viszont szeretni. Volt egy dilemmám, és konkrétan ez a dilemma azt jelentette, hogy mi lenne, ha történne egy csoda, és én meggyógyulni. Vagy pedig a másik, hogy nem gyógyulok meg, és hosszasan hordozom a hiányaimat, és melyik hogy hat rám, és melyik hogy hat a környezetemre. És én ezt a dilemmát teljesen rábíztam az Úristenre, hogy dönts el ő. És tudtam már a választ előre, hogy ha meggyógyultam volna, hamar elfelejtem én is, mások is, hogy beteg volt, meggyógyult, na is. Na de így, hogy látható és maradandó nyomokat kell, hogy viseljek, ez hosszantartó, ez engem is, másokat is emlékeztet arra, hogy mi történt. És én sejtettem, hogy az Úristen ezt fogja választani, és én ezt teljesen belső békességgel fogadtam el. Nekem az elég, hogy az Úristen velem van és vezet, és én rábízom magam.